Paris, France, sans rendez-vous. Arrivé devant le laboratoire à 6h45, testé à 11h. La file ferait presque le tour du pâté de maison. Si quelqu'un se trouvait là pour vendre du café, il se ferait un bon paquet de fric, observe le type qui attend devant moi. Laborantin en blouse, deux narines, gratuit, test négatif. Brno, République tchèque, rendez-vous pris deux jours à l'avance. Laboratoire au mur croulant, vacarme de marteau-piqueur dans l'escalier. Laborantine en costume de cosmonaute, une seule narine, 70 euros, test négatif. Bratislava, Slovaquie, rendez-vous pris du jour pour le lendemain, une tente devant le dispensaire. Une jeune femme doit faire tester son bébé qui hurle quand on lui enfonce les bâtonnets dans le nez. Les laborantins en costume de cosmonaute chantent et tournicotent leurs mains pour rassurer le bébé, puis pour le féliciter d'avoir été si brave. Deux narines et la gorge, 70 euros, test négatif. Frontière franchie 6. À aucun moment je n'ai dû présenter les tests exigés. A maszkviselésről. Lassanként megszokjuk a maszkot, mi több felkapjuk a fejünket, ha egy-egy renitens polgártárs a meztelen arcát mutogatja nekünk. A maszkviseléssel tulajdonképpen sokkal többen jártak jól, mint ahányan nem. Jól jártak a csapott állóak, a pocokarcúak, a kapafogúak, a fogatlanok, az egérszájúak és tulajdonképpen mindenki, aki valamelyest vonzó tekintetet tud villantani. Rosszul jártak viszont a kancsalok, a szemüvegesek, a szarkalábasok, a fittyett szemhéjúak és a malac szeműek. Új sminkelési szokásokat vettünk föl. Állítólag sokkal több műszempillát adnak el, mint korábban. Különös lény az ember. Mindenütt vadul szörtelenít, hogy majom eredetét valahogy leplezze, de azt imádja, ha közvetlenül a szeme körül szőrös. A női magazinok azt taglalják, hogyan sminkeljünk a maszk ellenére. Sőt, kialakulóban van a maszk divat is. Vajon mi lesz ezzel a töménytelen kék, zöld és színes mintás arcmaszkkal, ha lecseng a járvány? Lehet belőlük hintaágy a hörcsögöknek, utazótáska játékbabáknak, akik tömegesen útra kelnek majd, ha ismét feloldják a határzárat. Varhatunk belőlük mini pénztárcákat. De ez még messze van. Egyelőre viseljük őket, viseljük a helyzetünket. Több pszichológiai szaklap is leírta a jelenséget, miszerint a 2020. március-áprilisában született gyerekek cseperedvén megrettentek, amikor a levett maszk alatt először meglátták a felnőttek arcán tátongó három lyukat. Ráadásul a legnagyobb alsó lyukkal a felnőttek cuppogó hangokat képeztek. A három lyuk roppant idegenül hatott a gyerekekre, ám amikor a felnőttek visszahelyezték a maszkot, és eltakarták arcukon a lyukakat, a kisdedek megnyugodtak. Tanúság? Nem kell levenni a maszkot. A minap az esti villamoson utaztam. A sötét üvegen tükröződtek a maszkos arcok. Néztem a tükörképünket. Az emberek a fémkapaszkodók helyett a plafonról lógó kampókba csimpaszkodtak. Fülük elállt a maszk gumiától, orruk alatt tagolatlan állkapocs dudorodott. A villamos sötét üvegében tükröződve jól látszott, hogy valójában mindnyájan majmok vagyunk. Igyekeztem utat törni az ajtó felé. Rémisztő hangokat hallattam, hogy elriasszam az erősebb hímeket és a fiatalabb nőstényeket. Sikerült leszállnom. Erős, középkorú nőstény vagyok. Nem dohányzom, nem iszom. Ha kiegyensúlyozottan táplálkozom, pótlom a D-vitamint, kerülöm a sűrű tömeget, és Mohamed profétán sem élcelődöm, elég jók a túlélési esélyeim. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi le masque, il est nécessaire pour aller sortir ma poubelle toute seule en pleine campagne. Considère, mon amant, qu'il est désormais hors la loi que je vienne te visiter la nuit. En respect des nouvelles mesures sanitaires, notre intimité est officiellement interdite par le gouvernement français. Cela d'abord me désespère, mais en regardant mieux l'attestation de déplacement dérogatoire, j'y entrevois des solutions.
Tes caresses peuvent peut-être rentrer dans la case des soins ne pouvant être assurés à distance. Ou alors, et si désormais je te paye pour le plaisir que tu me donnes, est-ce que ça ne devient pas un achat de première nécessité? À ses adhérents, une agence de santé new-yorkaise a envoyé une série de recommandations pour des pratiques sexuelles protégées au temps de la Covid. Le document commence par indiquer que si le sexe n'est pas défendu pendant la pandémie, c'est encore en se contentant de soi-même que l'on prendra le moins de risques. Mais la sociabilité est également envisagée, ainsi que les préférences de chacun. Le texte conseille ainsi aux adeptes du cybersex de bien désinfecter le clavier après, indique aux enthousiastes des pratiques bucco-anales qu'il existe un risque d'infection et préconise l'emploi du masque en toutes circonstances. Et imagine même qu'on puisse tirer le meilleur parti des barrières physiques, comme par exemple des murs. Je me demande le parti que les historiens des temps à venir pourront quant à eux tirer de ce document. Ce n'est ni en Iran, ni en Arabie, mais en Italie qu'un couple a écopé de 400 euros d'amende pour s'être embrassé langoureusement, sans masque, avec la langue, en pleine rue. Ils ont eu beau plaider qu'ils habitaient ensemble, ont brandi des photos, des quittances et des clés, mais rien n'y a fait, 400 euros. Et puis d'abord, peut-on savoir quel était le motif de ce baiser? Orvosi vizsgálatok. Receptet kellene kérnem a házi orvostól. Megszokott esetben meg se vizsgál, de most nem szokványos időket élünk. Azt mondja, a jövő héten szeretne rám nézni, akkor rögtön ki is válthatom majd a három havi gyógyszert. A megadott időben oda megyek a házi orvosi rendelőhöz. Szakad az eső. Az ajtó piros-fehér kordonszalaggal van lezárva, a betegek odakint várakoznak az eresz alatt, libasorban. Elmagyarázzák, hogy előző este egy koronavírusos beteg járt itt, és a fertőtlenítők még nem értek ide, ezért nem lehet belépni. Az újonnan jövőknek már nincs hely az eresz alatt, ők az esőben ácsorognak. Az orvos a rendelő ablakán keresztül konzultál mindenkivel. Én körülbelül 20 perc múlva kerülök sorra. A rácsos ablakhoz jön, kidugja a fonendoszkópot és a mellkasomra illeszti a felgyűrt pulóver alá. Megtapogatja a nyirokcsomóimat, ehhez erősen pipiskednem kell. Egy apró lámpával a torkomba is bevilágít, nagy át mondok a rács mögé, mint egy oroszlán az idomárjának. Bonyolult összjáték a miénk, mindkettőnknek igyekeznünk kell, hogy sikerüljön a vizsgálat. Szépen összedolgozunk, régóta ismerjük egymást, mondhatni bizalmi viszony a miénk. Fél szavakból rácsos ablakon keresztül is értjük egymást. Az esernyős járókelők kíváncsian megtorpannak, nézik, hogy mi a fene folyik itt. Az orvos végez, beszól a belső helyiségbe, hogy na, akkor írja Katika. Hamar hozza is ki a receptet, gyorsan elteszem, nehogy az is megászon. A mögöttem várakozó, esőtől letapadt hajú hölgy üdvözült mosolyjal lép a helyemre, a rácsos ablak alá, mert végre ő következik. Arra gondolok, milyen jó, hogy a rendelő nem az emeleten van. Hogy a rendelőket általában nem az emeletre teszik. Most aztán mászhatnánk fel a tűzoltó létrán. A fogorvoshoz is el kell mennem. A rendelő bejárati ajtaja a megszokott rendtől eltérően be van zárva, az ajtón tábla figyelmeztet a maszkviselés fontosságára. Becsöngetek, várakozom. Hosszú perc telik el, mire ajtót nyitnak. Meglepetésemre a fogorvosom helyett egy méhész áll az ajtóban, tetőtől talpig beöltözve. Ő az asszisztens. Később előkerül egy másik méhész is, a hangjából ítélve ő lehet a fogorvosom. Ülök a megdönthető székben, a szemembe világít az erős orvosi lámpa. Egy kicsit csípni fog, mondja az asszisztens. Hát persze, hogy csípni fog, hiszen méhészetben vagyunk. Mai hír. Egy feldühödött apuka, akit nem engedtek be a gyermekéhez a kórházba, megharapta az őt erőszakkal feltartóztató ápolót. Az ápoló nyilatkozik a televíziónak és kéri, hogy a szülők legyenek türelmesek, az intézkedések a gyerekek érdekeit szolgálják. Egy bulvárlap lehozza a harapás fényképét is.
Még szerencse, hogy a koronavírus terjedés nem a veszettség. Egy celeb bejelenti az oldalán, hogy ő is elkapta a vírust. Többen azzal vádolják, hogy csak kamuzik, mert a bejelentkezéseknél egyáltalán nem tűnik betegnek, sőt. Egy kettes számú másik celeb szintén beteg lesz, ő azonnal kórházba kerül súlyos tünetekkel. Ő is megvádolja az oldalán az egyes számú celebet, hogy nem mondott igazat. Az ordinári vita hatására naponta emelkedik követőiknek száma. Az emberek mohón figyelik a neten kibontakozó durva szóváltást a képzelt és a valós tünetekről. A követők száma rohamosan emelkedik, pontosan annyival, mint a valódi napi halálozások száma. Érdekes egybeesés, társadalomlélektani dokumentum a 2020-as évből. Ni l'épuisement des personnels, ni la saturation des services hospitaliers n'empêchent de rêver à envoyer du rêve. À preuve, en pleine crise du Covid, le directeur délégué à l'attractivité internationale de l'assistance publique hôpitaux de Paris réfléchit à la mise en place d'un circuit privé pour de riches clients américains et chinois. Loin de longues et vulgaires attentes, moyennant une consultation à distance facturée entre 1000 et 1500 dollars, de lointains VIP pourraient ainsi recevoir en 5 jours un premier diagnostic et pourquoi pas une proposition d'hospitalisation dans la ville lumière. Cette filière de patients étrangers serait une belle occasion de promouvoir la marque, explique un document diffusé en interne le 11 novembre. À Paris, le 10 novembre, plusieurs dizaines de personnes s'étaient réunies sur le parvis de Notre-Dame pour protester contre la fermeture des urgences de l'Hôtel-Dieu. Certaines portaient leurs blouses blanches. « Arrêtez le massacre, on a besoin de lits d'hôpital », a crié quelqu'un au mégaphone. Les forces de l'ordre ont alors procédé à 21 verbalisations à hauteur de 135 euros par manifestant pour rassemblement illégal en raison du contexte sanitaire. Neuropathiques, diabétiques, arthritiques, ils ont tous plus de 70 ans et leur médecin à Biarritz leur recommande d'aller nager tous les jours. Été comme hiver, une petite dizaine d'ours blancs, c'est le nom qu'ils se sont choisis, se retrouvent donc pour aller se baigner ensemble. Mais jeudi dernier, malgré leurs certificats médicaux, ils en ont été empêchés par les gendarmes au matin sur la plage déserte. En effet, l'article 46 de l'arrêté du 29-10 interdit toute activité nautique et ne prévoit pas de dérogation médicale. Il existe une dérogation, mais seulement pour les sportifs de haut niveau. Les vieux égrottants conservent toutefois le droit de marcher dans l'eau, pas trop loin du bord. Ils sont dégoûtés. « On va tomber malade et puis c'est tout », prédit Betty, 91 ans. En République tchèque, il est actuellement interdit de sortir de chez soi après 21 heures, sauf pour une raison impérieuse comme sortir son chien. Ne possédant pas de chien, un citoyen de České Budějovice, en Bohême du Sud, a monté une peluche sur une planche à roulettes et l'a promenée un moment dans le centre-ville avant d'être arrêté. L'affaire s'est, semble-t-il, résolue de manière pacifique. Ce jeune homme a écouté les recommandations de la patrouille et est rentré chez lui. Il regrettait son acte, a indiqué la porte-parole de la police. Une version contredite par l'intéressé. « J'étais nerveux, mais je n'ai jamais dit que je regrettais et je ne regrette toujours pas. » Des incidents similaires ont été signalés en Italie et en Serbie. Új rendelkezések. Budapesten a járványügyi korlátozások részeként bevezették a kijárási tilalmat. Este 8 után senki sem hagyhatja el a lakóhelyét. Bezártak a színházak és az éttermek, néptelenek és sötétek az utcák, mint a vidéki falvak vagy kisvárosok. Egyedül a kutyasétáltatóknak engedélyezett 8 után a séta. Eddig legtöbben szánakozva gondoltunk szegény gazdikra, akiknek metsző szélben, szakadó esőben vagy hófúvásban is ki kell menni, hiszen szerencsétlen ebb pisilni, kakilni szeretne. Most viszont ők a kivételezett szerencsések, akik sötétedés után is legálisan róhatják az utcákat. Igaz, maszkban, de még szóba is elegyedhetnek egymással, ami a mostani elszigeteltségben szinte felér egy bulizással. A kórházak javarészt megteltek, a járványügyi mutatók rosszak. Új társasjáték látszik kibontakozni a neten.
az emberek tippelgetnek. Igyekeznek megsatszolni, hogy vélhetően kozmetikázott statisztikák mennyivel térnek el a valós adatoktól. Számok és érvek röpködnek a különböző fórumokon. Abban a legtöbben egyetértenek, hogy a betegek száma valószínűleg sokszorosa a regisztrált fertőzötteknek. A kislányom azt mondja, az ő iskolájában is sokan betegek, náluk például 6-an hiányoznak az osztályból. Ebből 2 egészen biztosan igazolt koronavírus fertőzöttek, a többiekről nem tudni, hogy mitől lázasodtak be. Keveset tesztelnek, átmenetileg ez is alacsonyan tartja a számokat. Fertőtlenítem itthon a kilincseket és villanykapcsolókat, a gyerek közben az asztalánál rajzolgat. Sanda pillantást vetek az ágyán heverő, nagyméretű plüskutyára. Sötétben, nadrág szíjjal a nyakán, nagy távolságból simán elmenne igazinak. Mit nézel? Kérdezi a gyerek rajzolás közben, mintha hátul is szeme lenne. Azt, hogy milyen szépet csináltál. Válaszolom súnyin. Azt mégsem mondhatom, hogy menjünk már le és sétáltassuk meg egy kicsit a sárban Hópihét, mert hogy ez a neve a fehér plüskutyának. Odakint reménytelenül szakad az eső. Újabban mindenkitől megkérdezem, milyen vércsoportja van. Szánakozva néznek rám, tudomásul véve, hogy én is azok közé tartozom, akiknek a járvány kezdi kikezdeni az idegeit. Meglepően sokan nem is tudják, hogy milyen a vércsoportjuk. Micsoda felelőtlenség! Mi van, ha elüti őket az autó, ha az ájulás előtti utolsó másodpercben még be kell diktálniuk a legközelebbi hozzátartozójuk nevét és a vércsoportjukat? El is határozom, hogy a lányomnak a lakcíme és anya telefonszáma mellett megtanítom a vércsoportját is. Azt olvastam, hogy a koronavírus különbözőképpen hat a más-más vércsoportú emberekre, és a nullásak kevésbé érzékenyek a fertőzésre. Nagyon helyes. Ennek, mint nullásvérű ember, őszintén örülök. Azt is olvastam, hogy a szelén segít a szervezet védekezőképességében, akár csak a D-vitamin. Nincs itthon szelén. Patikába menni viszont kockázatos, jóval rizikósabb, mint alacsony szelén szinten járni kelni. Ki tudja, hányan fogták meg aznap azt a kilincset, hányan tapogatták össze azt a kiadópultot. Csak a vércsoportomban és a D-vitamin tartalékaimban bízhatók. A lányommal megnézzük a neten az István a király című rockoperát a YouTube-on. Ez a musical a fiatalságomhoz tartozik, és nem régiben, amikor még működtek a színházak, megnéztük a 30 évvel ezelőtti mű felújított változatát. Igyekszem elmagyarázni a gyereknek a cselekményt. Magyarország mindig is kelet és nyugat között hányódott, a kettő között kellett választania. István, ami első királyunk, a pápától kapta a koronát, mondom. És megbetegedett? Kérdez vissza a 8 éves. Ilyen időket élünk. Sur la chaîne d'information continue, l'ancien directeur de la santé en France est catégorique. Nos enfants doivent aller à l'école. Mais il faut, ajoute-t-il, qu'ils gardent le masque quand ils rentrent à la maison. Les journalistes contrôlent la clarté du message. Le masque à la maison pour les collégiens et les lycéens? Absolument, absolument, confirme l'ancien directeur de la santé en France. Il faut qu'il garde le masque, surtout dans les petits logements où la distance, on va avoir du mal à la respecter. Et quand on mange le dîner familial, interrompt un peu abasourdi la journaliste. Eh bien, on n'est pas obligé de manger ensemble, rétorque l'ancien directeur de la santé en France. Il est vrai que ces enfants, on ne peut pas les faire bouillir pour les désinfecter, et seuls les plus nantis peuvent les isoler dans des caves ou des abris de jardin. Caroline et sa fille habitent dans une petite ville de Bretagne, un immeuble qui donne sur la grande place du marché. Caroline est musicienne, tous ses contrats ont été annulés. En attendant, elle regarde sa fille faire des tours de patinette sur la grande place qui, ces jours-ci, est vide. « Vous ne pouvez pas rester assise sur ce banc, madame, c'est interdit », vient lui dire un policier. « Mais j'habite là », se défend Caroline, désignant son immeuble. « Qu'est-ce qui est interdit ?»« De s'asseoir », répond le policier. « Si vous ne vous levez pas, je vais devoir vous verbaliser ».
Caroline ne peut pas discuter, la ville est trop petite pour se fâcher avec un seul des représentants de l'ordre. Elle obtempère et se lève. Mais se tenir debout, immobile, n'est pas autorisé non plus. Alors Caroline fait elle aussi des tours de place, comme sa fille, mais sans trottinette. L'addiction aux écrans, qui représentait 10% des consultations en pédopsychiatrie il y a 7 ans, atteint 90% aujourd'hui. Des parents hagards débarquent aux urgences. Lorsqu'ils ont tenté d'éteindre l'écran, leur enfant a cogné dans les murs, a détruit une porte à coups de pied, s'est mis à hurler, à proférer les pires insultes, à menacer de suicide. Számok, könyvelés és mérleg. A járvány tavaszi hulláma Magyarországon kevés embert érintett személyesen. Néztük a televízióban a kihalt kínai nagyvárosokat, aztán később az európai és észak-amerikai nagyvárosok dermesztő képeit, amelyek úgy festettek, mint valami gigantikus díszletek közt forgatott járványfilm képsorai, de senkitől sem hallottuk olyat, hogy egy kollégája, családtagja, ismerőse megbetegedett volna. Mivel csak távoli veszélyről volt szó, amelynek természetét, körvonalait nem ismertük, a szorongás sokkal erősebb volt, mint a mostani járványhullám esetén. A rádió és a televízió egészségügyi tanácsadói azt javasolták, hogy mindent fertőtlenítsünk, amit a boltból hazahozunk. A neten rendelt holmikat, amennyiben ez lehetséges, 3 napig tároljuk a lakáson kívül a lépcsőházban vagy az erkélyen. Azt is mondták, hogy mivel a vírus sokáig életképes a műanyag felületeken, a bevásárláshoz inkább a mosható textilszatyrok használatát javasolják. Hányszor hallottuk ezt tavasszal? Mindenki vadul mosott. Hajat, ételhordót, textilszatyrot. Mostanra, mintha lankadt volna a fertőtlenítési kedvünk. A kabátot, amelyet odakint viselünk, nyugodtan felakasztjuk az előszobában, én legalábbis senkit sem ismerek, aki még most is rendszeresen mosná a felső ruházatát. Többet tudunk a vírusról, és a közvetlen veszély körvonalat adott a gomolygó szorongásnak. Ami pedig körvonalazható, az veszít a félelmetességéből. Betegek az ismerőseim, betegek a barátaim, és legutóbb megbetegedett a fiam is. Nem voltak súlyos tünetei, de fáradékony lett, és elvesztette az ízlelési képességét. Nagyon bizarr érzés számolt be róla, hogy csak az ételek állagából tudsz következtetni rá, mit eszel. Hogy se íze, se szaga semminek. Most, hogy a járvány második hullámában mindenki, de szinte mindenki érintett valamilyen módon, olyanokkal biztatjuk magunkat, hogy a betegség csak kifejezetten túlsúlyosokra veszélyes, meg hogy a magas vérnyomás az igazi rizikófaktor, de ha nincs magas vérnyomásod, akkor nem lesz komoly bajod. Mintha bizony létezne bármiféle garancia rá, hogy nem te leszel a statisztikában az a középkorú áldozat, akinél semmifajta alapbetegség nem volt kimutatható. Utazom a buszon, nézem a maszkos arcokat, és Wisława Szymborska Statisztika című verse jár a fejemben. Mostanában állandóan tippelgetünk. Vajon hányan lehetnek itt ebben a járműben, akik már fertőzöttek, és akik már átestek a betegségen? Hogyan alakul a mai esetszám? Hányan betegek a lányom iskolájában, és a hiányzók között vajon hányan koronavírusosak? Elmegyek a könyvelőmhöz, aki jóval 70 felett jár, és elszántan végzi a napi munkáját ott benne az irodában. Bejár, ahogy mindig is tette. Egyedül ül a teljesen kihalt szobák egyikében az íróasztalánál is illatos gyógyteát kortyolgat. Én nem félek a vírustól, mondja. Járok az erdőbe tájcsizni, meg teszek jó sok mézet a teába. Hülyén érzem magam, ahogy ott ülök vele szemben maszkban. A teaivásnál muszáj levennem. Mit csináljak én? Nem járok az erdőbe tájcsizni, és még ettől a 3 emelettől is kifulladtam, ahogy jöttem felfelé. Lehet, hogy már át is estem a betegségen, és ez valami kései szövődmény. Lefelé a lépcsőházban azon töprengek, vajon hány elszánt középkorú nő lehet Budapesten, aki tájcsizik,
hány százalék lehet közülük magányos, hánynak van párja, és akinek van, azok közül vajon mennyi tájcsizik szintén. Ha nem betegszem meg, és találok magamnak párt, egy olyan megfelelőt, akivel többek között például tájcsizhetek, akkor változtatni fogok az életemen. Begy szó. On en est arrivé à tout comparer, d'un confinement à l'autre. Rappelons-nous qu'en avril, s'il était possible d'aller chez le coiffeur, il était défendu de s'asseoir dans un parc. D'un pays à l'autre. Les Belges, eux, ils laissent leur librairie ouverte. Les théâtres de Broadway ont carrément annulé toute leur saison. Les enfants coréens portent le masque dès 4 ans et ils sont en parfaite santé. Au Canada, les voisins te dénoncent à la police si tu invites des amis chez toi. Chacun observe ainsi sa loterie nationale. Méfie-toi, si les chiffres sont bas en Hongrie, c'est parce que les tests sont trop chers, alors personne ne se teste. En Slovaquie, ils ont décidé de tester tout le monde. C'est légal, ça, d'obliger les gens à se tester? On est français, on râle. Tu te souviens qu'avant de râler, de devoir mettre un masque, on râlait parce qu'on n'avait pas de masque? Putain, les Allemands, quand même. Pourquoi ils gèrent toujours mieux, les Allemands? En Suède, ils n'ont pas confiné. Au Danemark, ils ont tué leur vison. On s'observe par Facebook, par journaux interposés. On s'admire, on se console, on se jalouse. Eux, ils ont le droit de circuler dans le pays, tu peux aller à la campagne. Ils ont plus de morts que nous, on a fait mieux. Pour le moment, ça va, mais ils vont avoir plein de morts dans un mois. On leur a envoyé des respirateurs. C'est rassurant, ça veut dire qu'on peut se le permettre. Les chiffres baissent pas parce qu'il paraît qu'ils ont des bars clandestins. Ils sont pas du tout disciplinés. Ils ont réagi tôt, mais ils n'en ont pas fait assez. Ils ont fait ce qu'il fallait, mais trop tard. Lentement, inévitablement, l'échelle de la comparaison se poursuit jusqu'au dernier barreau. Lui, il a un balcon, il peut prendre l'air. Toi, t'as une nana à la maison, tu peux baiser. C'est pas juste. On va tous être testés ce week-end, maigrit une amie slovaque, sauf que la sensibilité du test n'est que de 60%. Cela convient très bien à notre Premier ministre. Il vient de déclarer qu'il s'attendait plutôt à 30% de fiabilité. On est donc bien au-delà de ses prévisions. Donc, je suis peut-être positive à 30%, ce qui peut vouloir dire que je suis négative à 70%, ou vice-versa. Mais sinon, pour le moment, ça va. Szőcs Géza halála. Tegnap eltemették Szőcs Géza költőt. Koronavírusban halt meg. Amikor egy bő héttel ezelőtt olvastam a hírt, hogy kórházba került és intenzív ápolásra szorul, már nagyon rossz érzésem támadt. Hatalmas darab ember volt, és sokszor hallottuk, hogy ennél az alattomos betegségnél a túlsúly kifejezett rizikófaktornak számít. Össze vagyok törve. Szőcs Géza nagy költő volt. Nagy költő és Orbán Viktor személyes tanácsadójaként roppant ellentmondásos figurája a magyar kultúrának és közéletnek. Személyesen ismertem, és azokban az időkben, amikor még nem volt a hatalom embere, jobban voltunk. Szeretettel és figyelemmel fordult a nála fiatalabb pályatársak felé, volt ugyanakkor benne valami, ami mindig megmagyarázhatatlan szorongást ébresztett bennem, mert nem értettem a lényét, a motivációit, a hatalmas testétől idegen, sejemszínű hangját, a tűnődő, olykor enigmatikus kijelentéseit. Vörös, kozáknyakú ingeiben, szimpadias gyűrűjével olyan volt, mint valami keleti pátriárka. Mindenből szerette a nagyot, csillogót, feltűnőt. Egyszer, 20-valahány évvel ezelőtt egy színházi premiéren találkoztunk. Egymás után itta a finom borokat, meg se látszott rajta. A bemutató után felajánlotta, hogy hazavisz. Kicsi volt a fiam, sietnem kellett, örültem a lehetőségnek. Óriási méregdrága, tűzpiros autóval hajtott a színház elé. Rögtön a kanyarnál lemeszelt bennünket egy rendőr. Először az autó papírjait kérte. Szőcs Géza azt felelte, hogy ez egy bérelt kocsi, nincsenek nála papírok. Akkor adja oda a jogosítványát és a saját papírjait, kérte a pasas. Azok sincsenek itt, felelte. Fogyasztott ön alkoholt? Dobta be a rendőr, mint valami mentő kérdést a vizsgán. Igen, bólintott Szőcs Géza. És mennyit? Kérdezett vissza a rendőre. Sokat. Meglehetősen sokat.
Köszönöm, válaszolt elképedve, lesápadva a rendőr. Akkor jó utat, és kérem, vezessen óvatosan. Csak percek múlva mertem megkérdezni, hogy ez most mi volt, hogy ezt hogy a fenébe csinálta. Kanyarodtunk, előzött, és közben azt válaszolta a maga keletiesen zárt, kiismerhetetlen arcával, hogy sehogy, nagyon kell akarni. Egyszer még a távoli múltban jártam a házában. Fiatal, szép felesége volt, és gyönyörű, barátságos otthona. Hatalmas kutya játszott a kertben, ha jól emlékszem, kaukázusi őrkutya. Szőcs Géza azt mondta, ez a kutya a medvét is képes legyőzni, használják is medve ellen. Ennek ott a Pilisben kevés jelentősége lehetett, de azt értem, hogy ha valaki Erdélyben nőtt fel, annak a medvék egészen mást jelentenek. Annak a medve nem mesebeli, mézet gyűjtögető mackó, hanem vadállat, amelyik hideg teleken beszökik a faluba és fosztogat az udvarokban. A fiam olyan kicsi volt még, hogy beült az óriási kutya hasa alá, és alulról csiklandozta, megdögönyözte. Valami érzékeny pontot érinthetett, vagy meghúzta a szőrét a jámbor állat, minden esetre felmordult egy pillanatra. Szőcs Géza kiállt az ajtóba, és rászólt. Nem hangosan, nem fenyegetően, de határozottan. A kutya meghunyászkodva kúszott a küszöbig. Hirtelen megéreztem ennek az embernek a karizmatikus, szinte démoni erejét, ami ott szikrázott mindenben, amihez nyúlt. A verseiben, a cselekedeteiben. Azt az erőt, amelynek előjele folyamatosan változott, és időnként építő energia, időnként pusztító elektromos kisülés formájában gyűrűzött a környezetében. Szinte kisfiús rajongással szeretett mindent, ami nagyszabású, formabontó, érdekes és új. A nagy autókat, a bonyolult, korszerű mobiltelefonokat, a túlméretezett terveket, álmokat, a lehetetlen határát súroló irodalmi víziókat. Ironikus lény volt, aki egyesítette magában mindazt a feloldhatatlan kettősséget, ami ránk, magyarokra, a magyar karakterre és sorsra olyan jellemző. Álmodozó fantaszta, aki képes élcelődni magán, és idézőjelbe tenni a saját merész vágyait. Fanatikus, a történelmi múltba révedő kultúrdiplomata, aki Trianon témájú színdarabot vár a kortárs íróktól, hogy végre begyógyulhasson az a gennyező történelmi seb, és aki ugyanakkor emellett az atavisztikus és merőben korszerűtlen elvárás mellett megújítja a magyar költészeti nyelvet, és minden ízében modern hangon szólal meg. Érthetetlen, ellentmondásokkal teli, de ellentmondás nem tűrő tekintély, kompromisszumképtelen, máskor pedig a saját fantaszta álmai érdekében rémes kompromisszumokba beleálló, írizáló démoni, sehol jelen nem lévő, súlyosan magányos figura. És költő. Legfőképpen mindenek felett, és most már legvégül is. Le gouvernement qualifie ton activité de non essentielle. Cette révélation arrive tard dans ta vie, elle te surprend et te blesse. Jusqu'à quel point peut-on se passer de toi? Tu commences à t'interroger, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Par exemple, il est essentiel que tu payes ton loyer, mais comment le feras-tu avec ta pauvre profession superflue? Pendant que tu tournes en rond dans ton appartement, tu entreprends de faire aussi le tour de cette vaste question. Ce n'est pas bien grand chez toi, mais tu manques plus d'une fois de disparaître dans un gouffre. Új szavaink. A járvány alatt új szavak honosodnak meg a közbeszédben. Tavasszal még mindenki a koronavírus szót használta. A rádió és a televízió az új típusú koronavírus megnevezést alkalmazta, az emberek pedig szimplán koronavírust mondtak, de ez a forma is túl hosszúnak bizonyult. A beszélt nyelv rendszerint rövidségre és egyszerűségre törekszik. A médiában a nyári hónapokban többnyire simán csak vírust emlegettek.
Beszámoltak a vírus terjedéséről, a vírussal kapcsolatos új kutatásokról. Aztán valamikor szeptember környékén megjelent a COVID-19 elnevezés a magyar médiában is, és azóta rövid úton elterjedt, majd köznevesült. Lépten nyomon hallani, hogy az emberek természetes hangsúllyal, főnévként és jelzőként is használják. Ne haragudj, covidos a kislányom, nem járok dolgozni, covid van az oviban. A 19-es szám időközben lekopott a névről, már csak simán covid a betegség neve. Talán a közembernek nem tetszett, hogy 2020-ban valaminek 19 a neve, mert a magyar emberben azt a baljós érzést keltette, hogy kis Péttel megjön majd a 20 is, és az még rosszabb lesz, az ördög tudja. A szám minden esetre lekopott útközben. A magyar kortársi nyelv következő lépése ilyenkor a rövidítés szokott lenni. A rövidítés végképp megszerídíti az idegen szójövevényt, domestikálja és beilleszti a nyelvbe, de ezt, hogy COVID, ugye nehéz lenne rövidíteni. A COVID lenne az egyetlen lehetőség, de az már foglalt, hiszen a COVID, azaz kiejtve COVID, az a kovászos uborka, mint azt mindenki tudja szerte hazában, és nyilvánvalóan az egész széles világon is. Vesd össze, uborka nacionalizmus. Új szóként megjelent még a pandémia, ami azt a képzetet kelti, mintha az ártékony pandák özönlötték volna el a világot, testméretükhöz képest meglepő sebességgel, és titokzatos módon utal arra, hogy a járvány bizony-bizony a pandák hazájából, Kínából indult világhódító útjára. Most novemberben aztán ismét két új szó tűnt fel a járvánnyal kapcsolatos hírekben, most ezekkel kellene megbirkóznunk. Az első a tesztkapacitás. Ha lesz elég teszt, el fog tűnni, egyelőre azonban szoknunk kell a jelenlétét. Felütötte a fejét az újságcikkekben a vakcina-nacionalizmus szószörny is. A magyar nyelvet éppen csak tanuló elszánt kalandorok ezt akár nyelvtörőnek is felfoghatják, bár a szóösszetétel nyilván más nagy nyelvek sajtóiban is megjelent, és magyar formájában ez legalább hasonlít arra, ahogy tisztességes indo-európai nyelveken is hangzik. Több mint 2 milliárd dollár gyűjtött össze a Globális Oltóanyag és Oltási Szövetség a COVID vakcinákhoz való egyenlő hozzáférés támogatása érdekében indított összefogás a COVAX keretében. Ám még legalább 20 milliárd dollár szükséges ahhoz, hogy az alacsony és közepes jövedelmi országok mindegyike részesülhessen a koronavírus elleni védőoltásból. A programhoz eddig 95 fejlett gazdaság, valamint számos magánszemély és cég is csatlakozott. A program támogatói egyetértenek azzal, amit az egészségügyi világszervezet nagyjából a pandémia eleje óta hangsúlyoz. Egy világméretű járványnak csak világméretű összefogás vethet véget. Le kell győznünk a pandémiát, és meg kell mentenünk a pandákat. Le a vakcina nacionalizmussal! Ha mindezeket egy évvel ezelőtt olvasom, nyelvi disztópiának érzem. Mint ahogyan azt is, hogy manapság emberek milliói fordulnak vissza az ajtóban reggelenként, és fakadnak ki. Jaj, a maszkot itthon ne felejtsem. Les psychiatres nous informent qu'ils se voient confrontés à des délires nouveaux. Certains confessent en larmes que tout est de leur faute, d'autres arrivent en hurlant que ce monde va finir, ou encore ils s'exclament « Le virus, c'est moi, je suis le Covid !» Les urgences psychiatriques se remplissent de messieurs d'incrédules, armés de marteaux, de rasoirs, de crucifix, et si désorientés qu'ils ne savent plus s'ils veulent d'abord s'en prendre aux autres ou à eux-mêmes. On inventorie des dépressions, des immolations, des tentatives de défenestration ou d'égorgement. Aura-t-on assez d'anxiolytiques ? Avec un certain effet comique, en France, pour Noël, les stations de ski seront ouvertes, mais leurs remontées mécaniques seront fermées. Le président de la République prévient que des mesures restrictives et dissuasives pourraient être prises envers les Français qui se rendraient à l'étranger pour skier à Noël. Rien de tel en Autriche, où les conséquences seraient d'une autre gravité. On a en effet redouté que la fermeture, même partielle, des stations de ski entraîne une remontée mécanique de l'extrême droite. On ne plaisante pas avec le ski en Autriche. Qu'on se rassure, Noël sera maintenu, mais avec des précautions.
Il ne faut pas manger avec papy et mamie, même à Noël, explique le président de la commission médicale des hôpitaux. On coupe la bûche en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous, on mange dans la salle à manger. Parce que si je transmets le virus à papy et mamie, c'est pire que tout. Comment je vais vivre après ? Comment je vais vivre après ? Noël est encore loin, mais nous sommes déjà quelques-uns qui nous posons cette question. Advent. Este néptelenek az utcák és hidegek. Mindenki otthon ül. Olyan, mintha karácsony lenne, mondja a kislányom. Eszembe jut, hogy az ünnep estéjén ő szokott csak valamelyik családtaggal a hideg utcán járni, hazatérve valami programról, amíg én otthon készülődöm és főzök. Idén más lesz a családoknak az ünnep, más lesz a karácsony és más lesz a Hanuka is. Az idősebbek otthon maradnak egyedül, a távol élők nem utaznak. A boltok kínálatában megjelentek a maszkos mikulások, a maszkalakú díszek, a maszkból készült és újra hasznosítható kis adventi zsákocskák. A bezárt plázák kihaltak, az utcán igyekvő emberek próbálják óvatosan kikerülni egymást most, hogy a szeretet ünnepe közeledik, és ingerülten förmennek rá a másikra, a sorban állás közben az illető túl közel találna állni hozzájuk. Nem járunk egymáshoz vendégségbe, mindenki otthon ül a saját képernyője előtt. Elmerevedő, fájós nyakkal, háttal ülöm végig a Zoom beszélgetéseket, a Teams konferenciákat. Aztán letöltöm a gyereknek a leckét, feltöltöm az elkészült házi feladatot, részképességeket fejlesztek, újakra teszek szert, aztán még újabbakra, folyton átlépem a saját határaimat, közben megbotlom, kép- és hangpróbát tartok ismeretlen valakikkel, akik szeretnék, ha felolvasnék a gyerekkönyvemből, felolvasok nekik a gyerekkönyvemből, de sehol nincsenek a gyerekek. A képernyő kockákban gondterhelt felnőtt arcokat látok. Könyvtárosokat, tanárokat. Hova lettek a gyerekek? Az enyém itthon ül lázasan, betegen. Minden online történik, emberek ülnek lakásdobozok millióiban, és küldenek üzeneteket a virtuális térbe, kint pedig a sötét, korai alkonyat úgy önti el az utcákat, mint valami lassú, áthatolhatatlan, a világot örökre beborító homályos massza. Szakértők latolgatják, megváltozik-e az életünk. Ingatlanosok gondolkodnak róla, milyen folyamatokat indíthat el a világjárvány. Sokan arra tippelnek, hogy folytatódik a kiköltözési hullám, egyre többen mennek majd a nagyvárosokból elhagyott vidéki helyekre. Vajon nekünk is ki kellene költözni még most, amikor lehet? Amikor még nem özönlik mindenki a biztonságosabbnak gondolt falvakba? Igen ám, de akkor előbb-utóbb ott lesznek sokan az eddig néptelen helyeken, ahová mindenki kiköltözik. És akkor azok se lesznek már biztonságos helyek. És ha valóban kiköltözünk, ha elmegyünk vidékre, külföldre, a tengerpartra, a holdra, a marsra, akkor hogy fogjuk tartani a barátainkkal a kapcsolatot? És a még élő szülőkkel? Hogy fogok én felolvasni, és főleg kinek? Sehogy. Hümmögnek komor arccal a szakértők. Új korszak kezdődik, a nagy közösségi eseményeknek befellegzett, beléptünk a járványok korába. Innentől minden a képernyőn keresztül történik. Nincs szükség többé érintésre, parfümre, személyes jelenlétre, csak egy jó minőségű kamerára. Az advent hirtelen más értelmet nyer. Várakozunk a csodára, mert nem tudjuk elfogadni, hogy ez megtörténhet, hogy innentől minden virtuálissá válik. Felértékelődik minden apró emberi érintés, az ölelés, az apró gesztusok. Színészek mondanak mesét online. Írókat lehet kérni, hogy online olvassanak fel a követőiknek. Híres tudósok beszélgetnek online az érdeklődő közönséggel. Mély nosztalgia önt el, ha a gyerekkoromra gondolok, amikor a modern technika csúcsát az jelentette, ha felhívhattuk a pontos időt. A szocializmusban csak keveseknek volt telefonjuk, ritka privilégium volt az otthoni telefon. Nekünk 1979-ben lett.
piros műanyag készülék volt, valóban fel lehetett hívni a pontos időt, ahol egy női hang bemondta, hány óra van. Fel lehetett hívni a mesemondót is, és meghallgatni egy mesét. És ami a legtitokzatosabb volt, fel lehetett hívni egy telefonszámot, ahol megadták a normál zenei A hangot. Fel akarom hívni azt a régi számot, és hallani akarom a normál zenei A hangot, ami megadja a világ tengelyét, és igazodási pontot nyújt a világban virtuálisan kerengő hangoknak, segíti zenévé rendeződni a sötétségben bolygó téveteg üzeneteket. Hallatszon újra hosszan, kitartva, A, mint advent. Várakozzunk a hívásra. Fragilisé par deux attaques cardiaques, Monsieur B aimerait mieux donner cours à distance. Mais l'Institut de technologie de Budapest s'y oppose. Puisque les élèves restent chez eux, il est essentiel qu'ils reconnaissent, derrière leurs professeurs, les murs de la salle de classe. C'est le seul moyen de préserver un semblant de continuité. Si c'est cela le problème, plaide Monsieur B, l'Institut de technologie possède sûrement le moyen technologique de faire apparaître les murs de la salle derrière lui. On lui répond que ce n'est pas ça le problème. Alors Monsieur B, deux fois par semaine, quitte à l'aube son domicile, traverse Budapest en métro, puis en bus, et arrive devant l'Institut, sort les clés qu'on lui a confiées pour entrer dans le bâtiment vide. Grimpant des escaliers silencieux, il longe ensuite des couloirs vides jusqu'à atteindre sa salle vide. Si seulement il existait un moyen technologique de reproduire la lourde odeur des hormones adolescentes, ou de projeter devant lui l'image de ses élèves regardant par la fenêtre, ou consultant leur téléphone portable, se dit-il parfois, en contemplant 40 chaises vides. Une marque de cosmétiques vient de mettre sur le marché une expérience de make-up à l'ère du digital qui révolutionne la visioconférence. Pour être virtuellement maquillé, il suffit de télécharger le logiciel. Une réponse au télétravail, mais aussi, explique la marque, à une vie sociale totalement bouleversée avec des apéros sur Zoom ou des soirées virtuelles. Pour ces nouveaux rendez-vous, on dispose désormais d'un maquillage qu'on ne pourrait pas utiliser dans la vie réelle pour plus de confiance en soi. C'est déjà un succès, déjà 1 600 000 utilisatrices dans le monde sans campagne de communication, se réjouit la marque de cosmétiques. Il n'y a pas à dire, le capitalisme est magnifiquement plastique. À la moindre turpitude, il vous dégaine une invention. December eleje van. Reggel olvasom a legnagyobb hírportálon, hogy koronavírus következtében elhunyt Valéry Giscard d'Estaing. Emlékszem, amikor 1975-ben Magyarországra látogatott. Az iskolánkban, amelyik akkor az egyetlen francia tannyelvű általános iskola volt Budapesten, hatalmas készülődés előzte meg az elnöki látogatást. Kati néni, bubi frizurás francia tanárnőnk önkívületben ismételtette át velünk minden nap a lehetséges párbeszédeket. Hogy hívnak, hányadik osztályba jársz, mióta tanulsz franciául? Az elnöki látogatás napján felsorakoztunk kisdobos egyenruhánkban, kék nyakkendőnkben a lépcsőházban. Azoknak kellett az első sorba állniuk, akiknek legszebb volt a kiejtésük. Ezek a gyerekek többnyire diplomaták vagy külügyi szolgálatot teljesítő dolgozók gyerekei voltak. Én, akinek az apukája zöldséges üzletet vezetett, semmiképpen nem pályázhattam az első sorra, de ezt nem is bántam. Lámpalázas kisgyerekként nagyon megrémített volna, ha nekem kell válaszolnom a kérdésekre, noha a lehetséges párbeszédeket már én is álmomból felébresztve fújtam. Hazafelé a villamoson gyakoroltuk anyukámmal, aki egy kukkot sem tudott franciául, de lelkiismeretesen magolta velem a leckét. Aznap sokáig álltunk térdzokninkban a lépcsőházban, elég unalmas volt. De legalább nem kék egyenköpenyben voltunk, hanem ünneplőben, ami a különleges napokon szokás. Nem tudom, mennyi idő telhetett el, de már nagyon szerettem volna pisilni, vagy leülni a műkő lépcsőre, de nem lehetett. Végül, végtelennek tűnő szobrozás után izgalom támadt odalent a bejáratnál, és a lépcsőn suttogva terjedni kezdett felfelé a hír, hogy megjött, itt van. Előre tolakodtunk, áthajoltunk a kovácsolt vas korláton, hogy lássunk valamit, de a helyünkre parancsoltak bennünket.
Egy sovány, magas, szövetkabátos bácsi lépegetett felfelé a lépcsőn, akinek nagyon fényes cipője volt. Kati néni, a tanárnőnk kipirulva kosztümben magyarázott neki valamit, az izgalomtól kissé rekedt hangon. Nekem fogalmam sem volt, hogy ki ez a bácsi, és a mellettem állóktól igyekeztem megtudakolni, hogy hol van a felesége. Hol a felesége? Senki sem értett, hogy mire gondolok. Én egészen addig a pillanatig azt hittem, hogy a Valérie az egy nő. Én egy királynői szépségű francia néni érkezését vártam, és roppant csalódottságot éreztem a sovány, magas bácsi láttán. Miközben igyekeztem kitudni az igazságot, ingerülten lepiszegtek, és Magdi néni még az ujjával is megfenyegetett, hogy maradjak csöndben, különben baj lesz. Később, jóval később az elnök úr nevébe a sors szót hallottam belefolyton, mintha az lenne neki a neve, hogy sors. Meghalt tegnap egy nagyformátumú politikus, egy európai polgár, tulajdonképpen az első európai polgár, akit kisgyerekként élőben láttam, nem a televízióban. Nem tudom, mi köze volt annak az elnöki látogatásnak a sorshoz, de én azóta se bírom, ha lepiszegnek vagy megfenyegetnek. Hatott rám valahogy mégis az a lázadó francia szellem. Jeudi dernier, à la télévision française, le Premier ministre a pris officiellement la parole pendant une heure pour annoncer que rien n'allait changer dans les 15 jours à venir. Ah, mais moi, en gros, je respecte le confinement. C'est la phrase qu'on entend le plus à Paris ces jours-ci, me dit-on, quand on se retrouve entre amis, en infraction aux règles du confinement. Alors qu'on lui demandait s'il estimait que les citoyens respectaient bien le confinement, le préfet des Bouches-du-Rhône a étonné avec la déclaration suivante. « J'étais hier sur des ronds-points où on vend de la drogue et personne parmi les acheteurs et à plus forte raison parmi les vendeurs n'avait d'attestation. Vous voyez donc que le système est bien compris. » À Petite-Sainte, dans le nord de la France, un jeune homme de 22 ans ne supportait pas de rester enfermé chez lui. Négligeant de remplir l'attestation où il s'auto-autorisait à sortir, il a été arrêté puis verbalisé par la police. Ces sanctions ne semblent pas avoir été dissuasives puisque ce jeune homme a récidivé 7 fois. Il a donc été condamné. Nous avons recueilli pas mal de retours de riverains qui ne comprennent pas que certaines personnes violent en toute impunité le confinement alors qu'eux se sentent obligés de rester chez eux, a asséné le procureur de la République durant l'audience. Parce qu'il ne supportait pas de rester enfermé, un jeune homme de 22 ans va passer 3 mois en prison. 21 septembre. Alors que les chiffres de contamination montent en flèche, Adam Wojtek, le ministre tchèque de la Santé, démissionne. Il est remplacé par un partisan notoire de la ligne dure, l'épidémiologiste Roman Primula. 5 octobre. Après l'instauration d'un couvre-feu et d'une montée en puissance des mesures restrictives, Roman Primula prévient que de nouvelles décisions pourraient être prises si la population n'est pas suffisamment disciplinée. 20 octobre, un reconfinement total est décrété en Tchéquie. 23 octobre, publié par un tabloïd, des photos montrent Roman Primula sortant sans masque à minuit d'un restaurant pragois en violation flagrante des mesures sanitaires qu'il a lui-même imposées. Devant l'ampleur du scandale, le ministre de la Santé est contraint à la démission 5 jours plus tard. Le 30 octobre, un magazine tchèque écrit que le Covid-19 divise les familles, les couples, les amis. Les gens commencent à se détester ou même à s'attaquer physiquement. Les uns croient que le coronavirus n'existe pas, sous-estiment son danger et sabotent les mesures de restriction. Tandis que les autres se comportent comme si la mortalité de la maladie pouvait atteindre jusqu'à 100%. Lombok. Korán sötétedik. Fúródunk egyre mélyebbre a decemberi sötétbe. Vacsorázunk a kislányommal, bundás kenyeret eszünk. Téli estéken ez gyors és laktató vacsora. Szórom egyenletesen a sót a kenyeremre, de még mindig nincs semmi íze. A gyerek döbbente nézi, azt mondja, eleve nagyon sós volt. Én nem így érzem. Belekortyolok a teába, és teszek bele még egy kis mézet. Aztán sokat. Semmi íze, olyan, mintha vizet innék.
Sötét, ijedt gyanú fut át rajtam, mint a borzongás, úgyhogy miközben a gyerek tovább eszik, felállok és kinyitom a hűtőt. Belekanalazok egy üveg lekvárba. Ízetlen zselé. Kinyitom a fűszereket, belekóstolok a borsba. Semmi. Még csak nem is csíp. Vacsora után lefektetem a gyereket. Betakarom, nincs jó étpuszi, csak rövid mese, közben hátsimogatás. Szerencsére nem reklamál, azonnal elalszik. Én pedig odaülök a géphez, és bejelentkezem egy COVID-tesztre. Másnap reggel az apja viszi iskolába, hogy nekem lehetőleg ne kelljen senkivel érintkeznem. Délelőtt szédülni kezdek, erősen hasogat a fejem. Délutánra belázasodom. A gyerek marad az apjánál. Nem tudok ülni, nem tudok állni. Tántorogva lépek ki a fürdőszobából, az arcom a tükörben halálosan sápadt, szinte olívazöld. Forog velem a világ, levegvért kapkodok. Kinyitom a teraszajtót, aztán elvesztem az eszméletemet. Arra ócsúdok, hogy kihűlt a szoba, dől be a jeges levegő, a halántékom elviselhetetlenül sajog. Kimegyek a fürdőszobába, kerek hematóma a fejemen. Másnap megjön a teszt, harmadnapra az eredmény is, hogy COVID pozitív vagyok. Egész nap fekszem az ágyban, ha felkelek, meg kell kapaszkodnom a bútorokban. Lüktet a fejem, hiába veszek be fájdalomcsillapítót. Még álmomban is fáj, mintha az egész szemüregem sajogna. Egy ijesztően világos lázálomban azt látom, hogy a szemem a kiszakadt erekkel együtt benne maradt a szemüvegemben, amikor levettem. Ott van az éjjeli szekrényen, én pedig fekszem üres, lüktető, vérző szemüregekkel. Hanyatvekve sorolom az elkövetkezendő napok kötelességeit. Mit kell megírni, leadni, befejezni. Ha felkelek és túl gyors mozdulatokat teszek, azonnal elhányom magam, ezért lassított felvételben végzek minden mozdulatot, mint egy űrhajós. Úgy is érzem magam, mint aki leszállt a holdra, és korlátozott levegővel, óvatosan tapogatózva kell felmérnie, meddig engedi elmenni az a bizonyos köldögzsinór. Első napokban csak a fürdőszobáig. Negyedik napon már a konyháig. Ekkor már képes vagyok rá, hogy elkészítsek egy teát. Délutánonként felhívom a gyerek apját, és megkérdezem, hogy minden rendben zajlik-e, van elég tiszta ruha, megcsináltak-e a leckét. A telefonok után pihenek, néha hányok. Felhív egy kurátor, hogy el tudnék-e vállalni januárra egy megnyitót. A felettesén nem társalog vele, és természetesen igent mond. A kurátor megemlíti, hogy furcsa a hangom. Koronavírusos vagyok, felelem, tegnap jött meg az eredmény. A bátyának is pont tegnap jött meg válaszolja, ő a gimnazista gyerekeitől kapta el. Egész állónap alszom, néha megeszem egy hideg banánt a hűtőből, vagy vizet iszom. Tejjel és teával is kísérletezem, de teljesen mindegy, az ételeknek csak állaguk és hőmérsékletük van, ízük semmi. 10 percet, negyed órát tudok ülni, aztán forogni kezd velem a világ. Felhívom az orvost, hogy mondjon valamit, mert nem bírom tovább elviselni a szűnni nem akaró fejfájást. Azt feleli, hogy körülbelül 8 nap után ez meg szokott szűnni, higgyem el. Azt is hozzáteszi, hogy szerencsésnek mondhatom magam, mert azok, akiknek erős idegrendszeri tüneteik vannak, többnyire nem kapnak tüdőgyulladást. A felettesén nem folyton irányítani akar, kézben akarja tartani az eseményeket. Izzadt álomban fekszem, és közben korrektúrázom a gyerekkönyvemet. Kiállítás megnyitó szöveget írok, aztán felébredek, igyekszem az asztalhoz ülni, és legalább az üzeneteimre válaszolni. A 8. nap tényleg kicsit jobb, már be tudok tenni egy mosást, sőt, ki is tudom teregetni. Azután lefekszem, fújtatva pihenek. Felhív a kurátor, mondom neki, hogy megnéztem a fotókat, és hamarosan neki kezdek a munkának. Udvariasan rákérdezek, hogy mi van a bátyjával. Pár másodpercnyi csend a telefonban, aztán a válasz. Tegnap meghalt. Kinézek az ablakon, a ház előtti nyárfán már egyetlen levél sincsen, csak a csupasz, fekete ágak merednek a szürke ég előtt. Hová lettek a levelek?
A múlt héten még rázta a szél a megsárgult ritka lombot. Mikor hullottak le? Egy hét, egy nap, vagy egyetlen perc alatt? Mikor történt meg minden velünk? Au matin du 8 décembre, qui est en Albanie la journée nationale de la jeunesse, des policiers de Tirana ont tiré sur un jeune homme de 25 ans qui se trouvait en infraction du couvre-feu. Alors qu'il tentait de s'enfuir, il a été abattu de 2 balles dans le dos, à quelques mètres de son domicile. Selon son père, il était parti chercher des cigarettes. Tant pis pour tes études, c'est juste une année de perdu. Tant pis pour le concert où tu allais enfin jouer en soliste et que tu préparais depuis 3 mois. Il y en aura d'autres, tu t'en remettras. Tant pis pour le livre que tu as écrit pendant 4 ans et qui ne sera pas sur les tables des librairies fermées. Tu écris pour l'éternité, tu sais que la vie des livres est longue. Tant pis pour l'entreprise que tu as mis 10 ans à rendre rentable, comme il se doit dans la Startup Nation, et qui va bientôt faire faillite. Faut savoir rebondir, ça fait partie du truc. Tant pis pour la naissance de ton enfant, avec masque et sans ton conjoint. Pour l'enterrement de ta mère, tu as eu plus de chance, en mars dernier, tu n'aurais pas pu assister à la crémation. Tant pis si tu ne veux pas rester chez toi parce que tu n'as pas de chez toi, comme 300 000 personnes en France. La population d'une ville comme Nantes ou comme Debrecen. L'hiver se réchauffe chaque année, c'est moins pire qu'avant. Tant pis pour ton cancer. Les hôpitaux sont sur le pont avec la Covid. Pour ton opération, tu repasseras. Avec un peu de chance, dans 1 mois ou 2, il ne sera pas trop tard. Tant pis pour ta vie ou ce à quoi tu donnais ce nom. Tu peux toujours lui en trouver un autre. Ce matin, à la radio, le responsable d'une association qui distribue de la nourriture aux plus pauvres raconte qu'il voit sans arrêt arriver des jeunes dans leur tenue de livreur à vélo. Ils apportent des repas au domicile des autres, mais ne gagnent pas assez d'argent pour manger. Grâce à une cagnotte en ligne, des particuliers ont réuni 200 000 euros pour financer un film qui prétend, sur la Covid-19, révéler les vérités qu'on nous cache. Pas impossible que cette pandémie ait été conçue par Bill Gates et Big Pharma dans le but de dématérialiser l'argent au travers de nanoparticules activées par le biais du déploiement de la 5G. Le film s'appelle Hold Up. Il affole quelques jours les médias français qui se pressent d'en exposer les mensonges. Le film est retiré des plateformes de diffusion, mais le Hold Up a bien eu lieu. Car qui osera désormais accuser les gouvernements de mensonges ou les firmes pharmaceutiques de cupidité se verra immédiatement taxé de complotisme ou de naïveté, de paranoïa ou de crypto-fascisme. Avec un vif esprit d'anticipation, un éditorialiste français d'habitude proche de la droite conservatrice ne pense pas qu'un futur vaccin doive être obligatoire. Il explique qu'il existe une solution plus subtile. Plutôt qu'une obligation de type militaire, plutôt que de mettre les gens en prison, il propose d'interdire aux non-vaccinés l'accès aux transports, aux restaurants, aux salles de spectacle. Il conclut ainsi que refuser le vaccin, ce sera décider de se retirer de la vie collective. Qu'est-il arrivé à cet éditorialiste conservateur pour qu'il devienne soudain si chinois ?